Évösszegző rendezvényt tartott a Gáspár András Bajtási Egyesület. Az eseményen beszámoltak az idén elvégzett munkákról, valamint az idei közösségi programjaikat is felidézték. A rendezvényen Horváth Richárd polgármester beszédében méltatta az egyesületet. Gondoljunk a jó dolgokra, gondoljunk a jó pillanatokra, és gondoljunk arra, hogy itt és most együtt vagyunk. Hogy ez a közösség azért egy erős közösség, és tudnak és képesek egymáson segíteni, egymásnak segíteni, és képesek arra, hogy az ilyen jó, pozitív pillanatokat megéljük. Az egyesületnél tisztújítás is történt idén, így Barta János lett a Gáspár András Bajtási Egyesület új elnöke, aki elmondta, hogy az idei évet is aktívan töltötték. Egy kiemelkedő évről beszélünk, hiszen ebben az évben volt az 50 éves évforduló megalakulásunknak. Ebben az évben választottak új elnököt személyemben, illetve elnökséget, és ezért is mondhatnám azt, hogy kiemelkedő volt. A többi program pedig a Gáspár András méltó megemlékezés a Gáspár tábornokról, akinek ugye Biharban temetőbe koszorúztunk, illetve Kecskeméten a szülőhelyén koszorúztunk, és megemlékeztünk az iskolában. A rendezvényen az ünneplés sem maradt el. Emlékplakettel, valamint ajándékkal köszöntötték azokat a tagjaikat, akik 2023-ban kerek évfordulós születésnapjukat ünnepelték.